Engedjék meg, hogy ezúton megköszönjem a nyári napközi stábolban résztvevő kollégák munkáját is, hiszen ők nagyon komoly segítséget nyújtottak azoknak a szülőknek, akik nem tudták gyermekeiket máshol a nyár folyamán elhelyezni. Szintén köszönetet szeretnék mondani már előzetesen azért a támogatásért, amit a szülői közösség nyújt ennek az intézménynek, illetve valamennyi kerületi iskolában működő alapítványnak és az azokat támogató szülőknek. Ti biztos, hogy el fogtok jutni külföldre, ugye, mert ma lehetőség van arra, hogyha az iskola megpályázza, akkor nyelvtanulásképpen 2 hetes utazásokat lehet úgymond kimondott a nyelvgyakorlásra külföldre menni a diákoknak. Ez természetesen már nem még elsőben van, hanem már 7.-8. osztályban. Rengeteg kimagasló versenyeredmény született tavaly is a Lázárban. Az országos mérések eredményei is azt igazolják, hogy az idejáró gyerekek alapos tudással felvértezve lépnek majd ki innen a nagyvilágba. Szeptemberben 2 kiállítással indulunk. 11-én fog nyílni a Gál Imre Galériában Meszlényi János szobrászművész emlékkiállítása, és egy hétre rá 18-án pedig az emeleti kiállítóteremben megünnepeljük azt, hogy 30 éves a Gál Imre Galéria. De nem új semmi, mert ez is volt, már ismerjük. Inkább a megfogalmazás módok próbálnak úgy érzem, hogy úgy reflektálni a mai problémáinkra.